Szeretettel köszöntök mindenkit mai képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 fővel határozatképes számban megjelent. Mielőtt a napirendre térnénk, szeretnék beszámolni néhány dologról az elmúlt hónapok történéseiből. Ugye megtörtént a választás, az országgyűlési képviselőválasztás. Ebben a választókörzetben Csenger Zalán Zsolt, Zsámbék város polgármestere lett az országgyűlési képviselő. Tudomásom szerint második legtöbb szavazatot Solymár településen kapta a képviselő úr, több mint 52%-át hozta el a szavazatoknak. Említettem már a legutóbbi testületi ülésen, hogy tizenvalahány sok év után megindult az 157-es buszjárat a Kerekhegy és Hűvösvölgy között. Hát ugye, ha jól emlékszem, 1990-es évek végén építette a község a buszfordulót, úgyhogy idáig is eljutottunk egy jó másfél évtized alatt. A Budapesti Közlekedési Központ meg fog keresni a jövőben engem, és majd a testület elé kell terjesztenem az új finanszírozási megállapodást. Ezzel majd lesz dolgunk a jövőben. Ezzel párhuzamosan a Kerekhegy és Budaliget között közlekedő községi kisbuszt, mint járatot megszüntettük, és helyette a kisbuszjárat kibővül és kicsit körbe megy Solymáron, úgyhogy továbbfejlesztettük a belső közlekedést. Erről a sajtóban a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Meg is tette a híradásokat. Végre kitavaszodott, úgyhogy folytatódik a csatornaépítés utáni helyreállítás a Kerekhegyen, jelenleg is dolgoznak a szakemberek, illetve hát a jövőben még két vezeték szakaszra kell majd pályázatot kiírnunk, ami szintén a projekt része, hogy a bővítést befejezzük, be tudja fogadni a szennyvizet a községi rendszer. A kormány döntött arról, hogy az agglomerációban, ahol komoly helyhiányok vannak, támogatni fogja az iskola bővítéseket. Ez ügyben már a múltkori rendkívülésen jeleztem, hogy Takásné Nagy Eszter képviselőasszonnyal részt vettünk a budakeszi egyeztető tárgyaláson. Azt jelezték, hogy 2 terem bővítését tervezték finanszírozni. Utána behívtak bennünket a kormánybiztos úr hivatalába, ahol megpróbáltuk elmagyarázni, hogy 2 termet bővíteni jelenlegi műszaki feltételek mellett nem lehet a B-épületben. És készítettünk egy tervezési programot, illetve készítettünk egy írásbeli összefoglalót a kormánybiztos úrnak, hogy mi viszont hogy képzelnénk az iskola bővítését, tehát a B-épület átépítési programját hogy lehetne megvalósítani. Pénteken kin volt a kormánybiztos hivatal megbízásából egy szakértő, aki egyetértett azzal, hogy ez valóban így, ahogy tervezett volt, megvalósíthatatlan. Ezt még a Klik előző vezetése adta le, tehát nem mi találtuk ki ezt az elképzelést, úgyhogy úgy tűnik, hogy valószínűleg vevők erre a megoldásra, hogy inkább egy komplett bővítési programot hajtsunk végre. Említettem már a megelőző hónapokban, hogy elindítottak egy szabálytalansági eljárást a bölcsöde közbeszerzésével kapcsolatban. Annyi a jó hír, hogy ennek az eljárásnak a lezárása ugyan még nem történt meg, de a visszatartott 18 millió forintot átutalta a kincstár, úgyhogy ez beérkezett számlánkra. Szintén a legutóbbi testületi ülésen, vagy az azelőttin mutatták be a polgárőreink, hogy a Ford Ranger, a polgárőrök kocsia balesetet szenvedett, hát ezt végre sikerült megcsinálni, úgyhogy az autó ismét szolgálatba állt. Holnap este a Solymári Vállalkozók Egyesülete szervezésében délután májusfaállítás lesz a templomtéren, holnap után pedig a szokásos jegenyevölgyi majális a jegenyevölgyben. Ezen néhányan nem tudunk részt venni, sajnos pont a szervező gárda egy jó része, de igyekszünk mindent előkészíteni, ugyanis delegációval indulunk május 1-én Wüstenrothban lezajlott az önkormányzati választás. Heinz Négele polgármester úr 8 év után nem jelöltette magát újra egészségügyi okok miatt, és Timo Wolf
lett az új polgármester, elég meggyőző fölénnyel, szintén a 53% körüli szavazati arányban, úgyhogy most fogunk megismerkedni majd az új polgármester úrral, és hát ugye idén 25 éves a Solymár-Üsztenroth közti testvér települési kapcsolat. Még annyit szeretnék bejelenteni, amit szintén megjelentettünk sajtóban is, hogy a Kraugarten szabályozási terve, mint tudjuk, már főépítészi záróvéleményen van, tehát gyakorlatilag elkészült. Június 2-án 17 órakor itt a polgármesteri hivatalban még összehívunk egy utolsó egyeztetést, hogy a szabályozási terv életbelépése után mik a teendők a fejlesztés megvalósításához. Elkészültek a beruházási tartalékkeret programjunkban szereplő templomtéri játszótér bővítése, amit a közművek és a lehetőségek megengednek, kelet irányban bővíteni fogjuk a templomtéri játszóteret, mert erre óriási igény van, ez is valószínűleg május-június hónap során fog megvalósulni. Előjáróban ennyit szeretnék elmondani, kérdezem, hogy napirend után kérdése lesz-e valakinek, Ordódi György képviselő úr, Cser Angéla képviselő asszony. Köszönöm szépen, napirend előtt még kíván esetleg valaki hozzászólni. Angéla? Parancs. Köszönöm szépen. Én a parkolási rendel kapcsolatban szeretném kérni a jegyző urat, vagy a rendőrséget, akik itt jelen vannak, hogy itt is elharapózott már Solymáron is az a rendetlen parkolás, mint amit Budapesten tapasztalunk, hogy két helyre egy autó áll be. Úgyhogy mondjuk a templomtéren, főleg ahol alig van, vagy kevés parkolóhely van, ott különösen fontos, hogy odafigyeljünk erre, hogy megtanulják kicsit az emberek, hogy próbáljanak minél szűkebb helyen parkolni, hogyha ebben tudnának segíteni, ezt megköszönném. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szegi Krisztina. Köszönöm szépen, csak egy mondat Angéla hozzászólásához. Én szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy a templomtéren miért vannak olyan bizonyos gépjárművek, amik teljesen szabálytalanul parkolhatnak, és hónapok óta úgy parkolnak. Gondolok itt egy-két kis buszra, illetve személygépjárműre rendszeresen a járdán parkolnak, és pletyka szerint, mert nekik szabad. Úgyhogy kérném, hogy ezt oldjuk meg, ezt a problémát, mert ez nem biztos, hogy jó út, hogyha ezt így lehet alkalmazni. Köszönöm szépen, kérem a közterület fel, hogy ő mozduljon rá a problémára. Járdán parkolni bizonyos esetekben szabad, de akadályozni a járda forgalmát ugye nem lehet. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, a mai ülésünk napirendjére térnénk. Én mindjárt egy napirend módosító javaslatot tennék, mivel a negyedik sorszámon előterjesztett 48/2014-es számú előterjesztés témája a Budaörsi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója, és körünkben üdvözölhetjük Kocka Gábor alezredes Pilisvörösvári őrsparancsnokot, illetve a rendőrség képviselőit, ezért ezt a napirendet vegyük előre. Erről szavaznunk kell. Tíz igennel jóváhagytuk a napirend módosítást. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendhez módosító javaslat, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, akkor a napirend végszavazása következik, most lehet szavazni. Tíz igen szavazattal egyhangulag jóváhagytuk a mai ülésünk napirendjét. Soron következik tehát 48-as számon a Budaörsi Rendőrkapitányság 2013 évi beszámolója. Az írásos anyag elkészült. Megkérdezem őrsparancsnok urat, átadom a szót. Tisztelettel szeretettel köszönök mindenkit. Rövidre fogom a dolgot, mint ahogy szoktam. Írásos anyagban statisztika benne van, közelvédelmi, bűnügyi, minden, ahol kell, természetesen majd magyarázom, elmondom, hogy mik az újak. Előjáróban annyit, hogy azt észrevették, hogy a terjedelme sokkal kevesebb, mint ami eddig volt. Most már ennyi lesz, tehát meghatározták azt, hogy mik lesznek benne. Ezeket tesszük bele, a többit szóban fogom tudni elmondani.
Mint látják ebben a kis ötös táblázatban, az elmúlt 5 év legjobb eredményét produkáltuk, és erre azért is vagyunk büszkék, mert ez az első olyan statisztika, amit nem a rendőrség készít, hanem ez egy úgynevezett enyüb statisztika, ez az Egyesített Nyomozati Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, tehát gyakorlatilag a felügyelőszervünk, az ügyészség az, amik a statisztikát készíti. Van is benne hiba, ezt majd el fogom mondani. Amit látják, a bűncselekmény szám 203-ra esett vissza 2013-ban, most 2011-ben volt 381 is. Nem csak Solymár tekintetében mondhatom ezt, hanem mind a 8 település tekintetében, tehát az ős egész működési területe nem is ekkorát, de egy 2-3%-ot visszaesett, Solymár ezen belül 10%-ot. A lopások számában 126, ami nagyon magas, nagyon kiugró. Itt tudják, hogy az Osamban a 40%-át, a 60%-át ezeknek a lopásoknak az elkövetők viszik el, tehát az elkövetői kör viszi el. Ebből a csapatból 2 sikerült felderítenünk és megfognunk. A többi lopás az általában a besurranás lopásokra tevődik. Ezekből is 1 csapatot sikerült a fiúknak itt a helyszínen elfogni és ellenük büntetőeljárást indítani. Szerepel 2 darab rablás a statisztikában, ami téves, 1 darab rablás volt az önök területén, egy nemi erőszakkal együtt bekövetkezett rablás. A másik rablás az előző évekről húzódik át, amit még nem tudtak zárni. Ezért szerepel a statisztikában. 4 jármű önkényes volt, ebből 2 Osan, 2 pedig a lakótelepekről. A sebességmérő berendezésnek merem mondani, hogy közel a 30-40%-át, ha nem többet, az önök területén tölti a sebességmérő. Hát rossz hír is van, valamikor 100 felvételt csináltunk egy nap alatt. Ha megnézik a következő oldalon a közelvédelmi statisztikát, ott 1 dologra hívnám fel a figyelmüket. Ha látják, akkor tavaly évben, vagyis a tavalyi évet megelőző évben 9.400.000 forint volt a bírság összege, ez a tavalyi évben az 1/3-ával ugrott meg 12.178.000 forintra. Aminek örülök, az az, és ebben önök is közre játszanak, hogy a közterületi jelenlét emelkedik. Tehát most már ilyen 12.000 óra körül tudunk innen egy évbe a közterületen. Solymár is csatlakozott ahhoz a programhoz, amit már Piliszent Ivánon és 1-2 településen meg tudtunk hirdetni, és ott a polgármesteri hivatalok vevők is voltak rá. Ez a bizonyos 50 óra. Tehát az az 50 óra, amit a polgármesteri hivatal finanszíroz, és azt az 50 órát a körzeti megbízottak csak a saját területükön, a saját kocsijukkal töltik el. És akkor ehhez már csak adjam hozzá, hogy azzal a kocsival, amit a Solymári önkormányzat vett, azzal üzemanyag azzal, amivel a Solymári önkormányzat támogatja, ahhoz, hogy gépkocsi menjen. És azzal az 50 óra, amit a Solymári önkormányzat is. Azzal a polgárőrséggel, amit a Solymári önkormányzat. Tehát én merem mondani, hogy a Solymári önkormányzat és a Vörösvári ők között most már évek óta kimagasló együttműködés, példaértékű, és én arra törekszem, meg szerintem polgármester úr is, hogy ez így maradjon a jövőben, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor még ezeken az eredményeken is lehet. Bár én már Vörösváron azt mondtam, hogy ettől jobban nem tudunk csinálni, de megpróbáljuk. És bármit kérdezhetnek, nyugodtan állok rendelkezésükre, ha én esetleg nem tudnék válaszolni, akkor a kollégák válaszolnak. Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék elmondani, hogy említettet parancsnok úr, hogy itt ezek ügyészségi statisztikák, tehát föntről jönnek, az látszik, mert ugye itt van egy olyan mondat, hogy a település állandó lakóinak száma 9901 fő, ez valójában 10600 fő, tehát akkor még alacsonyabb ez a százalékos arány, csak mondom. A másik kérdésem, hogy ugye a kiemelkedően magasok a lopások száma, van arról satszotok nagyjából, hogy ebből mennyi az Osan? 40-60 körülbelül, tehát, és a 60 az Osan? Értem, köszönöm. Ordódi György képviselő. Bocsánat, csak annyit mondok hozzá, hogy ez 20%, ez a bűncselekmény 20%. Értem, oké. Ordódi György képviselő. Köszönöm. Az Osan parkolóban van egy nagyon érdekes jelenség. Rendszeresen megszólítanak engem és más barátaimat, hogy menni mi Törökország csak éppen megállni, és még van utolsó ez az evőeszköz készlettől a késekig, a mindenféle franci, és nagyon-nagyon kellemetlen átverések vannak. Tehát a barátaim... Ezekből véleményem szerint a tavalyi évben 10 fölötti kritikák. Ja. De jönnek, tehát újra termelődnek, osztognak. Ja, ha tudnak róla, akkor részemről ennyi. Köszönöm szépen. Érdemes ezekkel nem szóba állni, mert gyakran párosával járnak. Tehát amíg az egyik mutogatja a késkészletét, a másik szedegeti ki a pénztárcákat a nyitott kocsiból. Jó, Borika?
Kedves asszonyok, már elkezdték a kérdést, én folytatom a parkolással és a baleset megelőzéssel. Méghozzá két utca, ami nagyon érdekelne, az egyik a Marcibányi utca, ahol egyáltalán nem akarják megtanulni a parkolás rendjét, és van egy egyenes szakasz, amikor mindig rajta marad a sofőrnek a lába a sebességben. És ott az iskola, hogy állandó félelmem az, hogy ott egy gyerek egyszer lelép, mert soha nem néznek sem erre. Másik a József Attila utca, ami egy nagyon komoly probléma a parkolás miatt. Hát nagyon sokszor előfordul, hogy parkolóautók végig. Hát tudom, hogy ez a Waldorf iskolánál vannak a szülők, tehát mindig ott van valami program. A busz nem fér el, a szembelevő sávból az autó pedig lazán fölmegy a járdára. És az szerintem elég komoly probléma, hogy van-e erre valami megoldás, vagy lehet. Köszönöm szépen. Angéla? Köszönöm szépen. Én szeretném itt is megköszönni a közterületi jelenlétnek a növekedését, mert nagyon érezzük, és nagyon megnyugtató, amikor az ember lehetetlen időpontokba megy haza, és mindig látom, hogy ott lévlábolnak, úgyhogy ez nagyon jó. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát azt csak meg tudjuk erősíteni, hogy valóban igen jó az együttműködés a rendőrség között és Olymár között, úgyhogy örülünk neki, hogyha ezt a statisztikák is igazolják, úgyhogy csak így tovább. Ha nincs további kérdés, akkor én a következő határozati javaslatot teszem fel szavazásra. A képviselőtestület elfogadja a kapitányság 2013 évre szóló beszámolóját. Most lehet szavazni. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. Jó. Köszönjük. A következő napirendi pont a költségvetési rendeletünk negyedik módosítása. Először azt hittem, hogy elírás, mert vagy 6-7-szer is szoktuk módosítani a költségvetési rendeletet, de ugye utoljára akkor lehet módosítani, mielőtt a testület elfogadja az elszámadást. Ez a negyedik módosítása az 5/2013-as számú rendeletünknek, azaz a 2013. évi költségvetésnek. A rendeletmódosítást tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadom a szót az elnök asszonynak. Tehát negyedik módosítás, és egyben az utolsó módosítás volt. Az oka az intézményeknél a bérkompenzáció átvezetése, de például a művelődési háznál jutalom búcsú költségeinek átvezetése, óvodánál is jutalom, óvodapedagógusok béremelése, normatíva lemondás, ezüstkornál is bérkompenzáció jutalom, önkormányzatnál itt a polgárőrség támogatása, beruházások kerültek átvezetése, belső közlekedés támogatása, iskolai könyvbeszerzés, KFT egyéb költségei, lomtalanítás és stb. A módosítás eredményeképpen a bevételi főösszegünk 2 milliárd 184 millió lett, a kiadási főösszeg ugyanennyi, halmozódásmentes főösszeg 1 milliárd 687 millió forint lesz. Ehhez kapcsolódik, ezt együtt mondom, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Lustigetszvergének a költségvetési módosítása szintén a negyedik, és ennek ugyanez volt az oka, hogy bérkompenzáció, beruházások kerültek átvezetésre, banki kamat, normatíva és MÁK előírás szerinti rendezésre került sor. Itt az eredmény, a halmozódásmentes eredmény 66 millió 366 ezer forint lett. A pénzügyi bizottság tárgyalta, számszakilag ellenőrizte és elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kérdés hozzászólás van a rendelet módosításhoz. Amennyiben nem, akkor a rendelet módosítás elfogadásáról minősített többséggel szavazunk. Most lehet szavazni. 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk a rendeletmódosítást. És így az utolsó rendeletmódosítás után következhet a 2013. évi zárszámadás.
Itt annyit el szeretnék mondani, a Magyar Államkincstár, a polgármesteri hivatalok és a polgármesterek között így időnként mennek ilyen e-mailek, ennek általában olyan 660 címzetje van, pénzügyi irodák, polgármesterek, jegyzők, polgármesteri hivatalok a megyében szerte szét. Hát azt az öröngést, amit rendeztek a polgármesteri hivatalok dolgozói teljesen jogosan, hogy milyen bonyolultak az új államháztartási szabályok, és ezeket hogy lehet megvalósítani, hogy nem lehet egyáltalán, vagy lehet-e. Ezek egy hatalmas polémiával alakultak az interneten, úgyhogy bízom benne, hogy a jogalkotó erre lépni fog, mert nagyon nagy szerencséje Solymárnak, és a képviselőtestületnek ez egy nagyon jó döntése volt, mikor a tavalyi évben egy új ügyviteli rendszert és könyvelési rendszert vezettünk be, mert ha ez nem lett volna, akkor egy ekkora méretű település, hát se ezt az árszámadás, se a többi beszámolási kötelezettségét nemhogy határidőre egyáltalán nem tudta volna teljesíteni. Nos, az anyag előttünk van, és ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, parancsolj Borika. Megnyomni, igen. Határidőre elkészült a beszámoló. A beszámoló ugye terjedelmét is tekintve látható, hogy rengeteg táblázatból áll, szöveges beszámolókból, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, könyviteli mérleg és pénzmaradvány kimutatásból áll. A bevételi főösszegünk 2.348.000.000 lett, 102%-kal teljesült. A kiadási főösszeg 2.186.000.000, ez 95%-os teljesítést jelent. A működési bevételek 2.053.000.000, kellő fedezetet nyújtottak a működési kiadások teljesítésére, ami jelen esetben 1.697.000.000 forint volt. Felhalmozási bevételek 295.000.000, felhalmozási célú kiadások 489.000.000. Nagykőség önkormányzata a gazdálkodási év végén 19.362.000 forint általános tartalékkal, 16.575.000 forint működési tartalékkal és 43.192.000 forint felhalmozási céltartalékkal rendelkezett. Ezt a 11-es számú melléklet részletesen tartalmazza. A felhalmozási bevételek ugye meglepetésként 184%-ban realizálódtak, 62.000.000 terveztünk, és 114.000.000 lett az eredmény. Ez a vasútépítés során végrehajtott, nem tervezett kisajátításoknak köszönhető. Beruházások, végrehajtott beruházások 256.000.000 forint, ez 98%-os teljesítés, bruttó összegről beszélünk. A felújítások 44,4 millió, ez 103%-os teljesítést jelent. Ezt részletesen a 7-es, 8-as mellékletben láthatjátok. A könyviteli mérleg eszköz és források egyező összege 15.394.000.000 forint. És akkor nézzük a legfontosabbat, aki mindenkit érdekel, a pénzkészlet alakulása. Nyitó pénzkészletünk 2013. január 1-én 80.787.000 forint volt, a záró pénzkészletünk 164.632.000 forint. Foglalkoztatottak létszáma 131 fő, munkajogi létszám 134 fő. A pénzügyi bizottság részletesen végignézte a táblákat és a szöveges beszámolókat, és ennek alapján elfogadásra javasolta a zárszámadási beszámolót. Köszönöm. Köszönöm szépen, ismét nincs okunk szégyenkezésre. Bízunk benne, hogy tovább tudjuk majd növelni a bevételeinket. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kérdése, hozzászólás, akinek van a 13. évi zárszámadáshoz. Amennyiben nincs, akkor ismét minősített többséggel kell elfogadni a zárszámadást. Most lehet szavazni. Tizenegy igen, egy hangulag jóvá hagyva. Következik, szintén ehhez csatlakozva, a 47-es számú előterjesztés, a pénzmaradvány felosztása, parancsolja.
Tehát azzal fejeztem be az imént, hogy a záró pénzkészletünk 164.632.000 forint volt. Ezt az összeget módosítja az aktív és passzív elszámolások egyenlege, ez 16.795.000 forint, és csökkenti a többlettámogatás miatti visszafizetés összege, ez 9.644.000, tehát a módosított pénzmaradványunk 171.783.000 forint. A költségvetésben mi 132.898.000 forintot terveztünk, tehát a szabad pénzmaradvány a kettő különbözete, ez 38.885.000 forint. Ezt a pénzmaradványt a le nem igényelt és fel nem használt intézményfinanszírozások adják, tehát az intézményeknél is maradtak úgymond pénzmaradványok, de ezt a pénzmaradványt teljes egészében a fejlesztési tartalékba szeretnénk tenni. Tehát a javaslatunk az, hogy a pénzmaradvány a fejlesztési tartalékba kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát a pénzmaradványról való döntésnek valóban az a lényege, hogy 132.898.000 forint összeget a fejlesztési tartalékba helyezzük, amire szükség is lesz ugye a fejlesztések megvalósításához, és hát várhatóan ősszel fognak megindulni a második EU-s tervezési ciklus, illetve hát már a harmadik nekünk pályázatai, úgyhogy szükség is lesz erre. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nem a 132, de a különbözetet értem, a felette levő összeget, bocsánat. Igen. Ha nincs, akkor ez egyszerű többséget igénylő szavazás most lehet. Tizenegy igennel egyhangulag ezt is jóvá hagytuk. 49/2014-es előterjesztés következik. Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont intézmény vezetőjének megbízatása 2014. szeptember 30-ával lejár, így a jogszabályok szerint az intézmény vezetői megbízatásra pályázatot kell hirdetnünk. A pályázat anyagát a szakemberek elkészítették, talán az ügyrendi bizottság tárgyalta is. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Nem akarsz. Jó. Ügyrend jóvá hagyta, igen. Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik, most lehet szavazni. Tizenegy igennel egyhangulag jóvá hagytuk, és akkor a jegyző úr gondoskodik a pályázat megjelentetéséről a közigállás hún. 50/2014-es számú előterjesztés. Ilyennek a neve? Kormányzati funkciókódok átvezetése. Ez a szép szó, ez az eddigi szakfeladat szót fogja felváltani. Ugye, mint említettem, óriási átalakulásban van az államháztartás már egy ideje, és ezt bizony nagyon-nagyon nehéz követni a kollégáknak. Úgyhogy ez a szép nagy anyag, ez a bizonyos kormányzati funkciókódok átvezetése. Kérdezem, hogy ki szeretne ez hozzászólni? Jó? Kódhegyek vannak benne, igen. Van módosító indítvány esetleg, hogy más funkciókódot szeretnénk? Jó. Technikai kérdés, ennek megszavazása, most lehet szavazni. Úgy is át kell vezetni. 11 igennel egyhangulag átvezettük. Igen. Következik 51-es sorszámon a szociális és gyermekvédelmi beszámoló, szó szerint 2013 évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásáról, jegyző úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Április végén kell a jegyzőnek, illetve a polgármesteri hivatalnak és a polgármesteri hivatallal együttműködő szociális intézményeknek a tárgyévi
szociális, illetve gyermekjóléti gyámügyi feladatokról beszámolniuk. Ez az előterjesztés részletesen tartalmazza elsősorban azokat a számszaki adatokat, amelyek alapján tavaly dolgoztunk. Ebből én csak pár érdekesebb számot emelnék ki, tekintettel arra, hogy ezek a számok nem teljesen fedik a tavalyi költségvetési tervezést, és ez az idei tervezésre is kihatott. Például a human papilloma vírus elleni védőoltás tavaly 266 ezer forint összegben került felhasználásra. Az önkormányzat által betervezett összeg mindösszesen 13 gyermek élt azzal a lehetőséggel, amit az önkormányzat kínált a védőoltás támogatására. Ugyanakkor az idei évtől már 12-13 éves korosztályt az állam támogatja, tehát kötelezővé tette a védőoltást, és ezért az önkormányzatnak az idei évben erre vonatkozóan kiadása előreláthatóan nem fog keletkezni. Ami változás volt, részben Solymárt, részben Nagykovácsit érintette, hogy 13. július 1-től Solymár és környéke intézményfenntartó társulás helyett az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont látja el már egy feladatellátási szerződés keretében Nagykovácsiban a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. Ez egy adminisztratív változás volt, jogszabályváltozás miatt kellett ezt átvezetnünk, illetve módosítanunk. Ez lényegét tekintve egy relatíve alacsonyabb összegű normatív finanszírozást jelent, ugyanakkor Nagykovácsi a különbözetet finanszírozza Solymár részére. Ami lényeges alapvetően, a beszámoló harmadik oldalán található számsor, amelyet mi a pénzügyi bizottság ülésen megvitattunk, és kicsit bizonytalanságra adott okot az, hogy vajon van-e átfedés a számok között, és bizony van átfedés, tehát ez egy olyan statisztikai adat, ami nem azt tükrözi, hogyha összeadjuk őket, akkor ilyen nagy számú gyermekkel van probléma, hanem egy gyermekkel akár több ügy keretében is fölmerülhet a hatóság vagy az Ezüstkor előtt egy-egy eljárás. Fontos megemlíteni, hogy 2013. szeptember közepén megnyílt a bölcsöde. A bölcsöde folyamatosan feltöltésre került, és mondhatjuk, hogy 2014 tavaszán gyakorlatilag teljesen fel lett töltve. Ezzel egyidejűleg én úgy látom, hogy fokozatosan az önkormányzat által biztosított, illetve támogatott családi napközi ellátás visszaszorulóban van. Ugye mondjuk azt, hogy amikor a bölcsödére igény volt, akkor a családi napközit az önkormányzat elkezdte támogatni, ezzel kihúzta az igényeknek idézőjelben a méregfogát, tehát gyakorlatilag azt, amit mondjuk Pilisörösváron elkövettek hibát, hogy nem támogatták, vagy nem gondoltak arra, hogy támogatni kellene a bölcsödei korú gyermekeknek az ellátását, ezt Solymár megtette. Ugyanakkor, még egyszer mondom, tehát családi napközire 2014. évben reményeim szerint kevesebbet kell költeni az önkormányzatnak. Hogyha van kérdés esetleg az előterjesztéssel, illetve a beszámolóval kapcsolatban, akkor vagy az Ezüstkor, vagy én válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye ez a január 1-i létszám, ugye? Ez a település állandó létszám. Igen. Akkor pontosan tudjuk, január 1-én 10.672 fő lakosa volt Solymárnak, és ebből abban 18 év és az alattiak, az 2.211 fő. Tehát ugye nagyon sok fiatal van, de ezt eddig is tudtuk. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtestületet, hogy a gyermekvédelmi beszámolóhoz van-e kérdés? Ha minden rendben van, akkor a beszámoló elfogadásáról kell határoznunk. Tizenegy igennel egyhangulag elfogadta a testület a beszámolót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben dolgozott. Következik az intézményi térítési díj meghatározása, ami ugye egyben szociális rendelet módosítás.
ugye itt a étkezési díjak, illetve egyéb költségeknek az elszámolása látható táblázatos formában a határozati javaslatban. Megadom a szót a pénzügyi bizottságnak. Pénzügyi bizottságon végig tárgyaltuk a három területet. Tehát a szociális ellátások térítési díját mindig úgy kell kiszámolni, hogy a szolgáltatási önköltségből ki kell vonni a normatív állami támogatást. A szolgáltatási önköltség a költségvetésben megtalálható gyönyörűen, a normatív állami hozzájárulás pedig 2013 óta nem változott, ugyanazzal az összeggel kell számolni. Szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható, tehát tegyük fel, hogy menet közben kiderül, hogy több költség, a szolgáltatási önköltség esetleg emelkedik. Három területet érint ez a számítás, illetve ez a térítési díj: a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az időskorúak nappali ellátását. A szociális étkeztetésnél 18 fővel számolva, költségvetésbe szereplő önköltséggel, a tavalyi normatívával 791 forint per fő per adagra jön ki az intézményi térítési díj. Ez 2013-ban szintén 18 fővel számolva 783 forint volt. De itt mindig figyelembe kell venni, hogy maga a szolgáltatási önköltség azért változott. És ugyan a normatív állami támogatás nem, de hát tekintve, hogy az önköltség változott, így az összeg, a végösszeg változni fog. A házi segítségnyújtásnál 20 fővel számoltunk 5 gondozóval, itt 785 forint per munkaórára jött ki a térítési díj, ez tavaly 1050 forint per munkaóra volt. Időskorúak nappali ellátása 17 fő, tavaly 18 fővel számoltunk, most 2447 forint per nap. A pénzügyi bizottság a rendeletmódosítást egyhangulag elfogadásra javasolta, tehát számszakilag ellenőrizte és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kérdés-hozzászólás van ehhez. Ugye először kell hoznunk egy határozatot egyszerű többséggel, ami úgy szól, hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ idős klubjában alkalmazandó intézményi térítési díját egységesen 0 forintba állapítja meg az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ idős klub tagjainak részére, illetve a további térítési díjakat az alábbi táblázat szerint: szociális étkeztetés 791 forint per adag, házi segítségnyújtás 785 forint per munkaóra, és nappali ellátás nyújtó idősek klubja étkezés nélkül 2447 forint per nap. Tehát ez a határozat része, erről szavazunk. Tizenegy igen szavazattal egyhangulag jóvá hagyjuk. És most ez alapján, ez szerint a melléklet szerinti rendeletmódosítás következik, tehát most rendeletalkotás minősített többség. Tizenegy igen szavazat, egyhangulag jóvá hagyva. Közútkezelői hatáskör átruházása a következő határozati javaslatunk, illetve a következő előterjesztésünk. Itt ugye a járási átalakítások miatt a hatáskör átruházásról kell döntenünk, parancsoljegyző úr. Köszönöm szépen. A lényeg összefoglalva az, hogy a közútkezelői hatáskört korábban a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a jegyző gyakorolta. Ezt a változtatásokkal a képviselőtestületre ruházták a jegyző helyett. Nyilvánvalóan, hogyha ezek rendszeresen felmerülő feladatok, akkor jobb, hogyha a képviselőtestület ezt delegálja, vagy a polgármesterre, vagy a jegyzőre. Én azt szeretném kérni, hogy első körben arról szavazzon a testület, hogyha nincsen módosító indítvány, hogy a jegyzőre ruházza át, ebben változás nem lenne. Hogyha a polgármesterre ruházza át, akkor sincs benne változás, mert ugyanazok az ügyintézők fogják ellátni a feladatot, csak a határozatban polgármester nevében és megbízásából fogják a döntést meghozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, jól mondta a jegyző úr, a jegyzőre ruházzák át a hatáskört, igen, jól fogalmazott.
Igen, köszönöm, nincs módosító javaslat, ha jól látom. Tehát akkor én úgy teszem fel szavazásra, hogy gyerek, én egy nap körülbelül egy a 4-500-szor írom le a nevemet. Hát utoljára szentpéteri tanár úr művelt velem ilyet a harmadik osztályba. Tehát írja már egy kicsit ő is le. Jó, te is írsz alá. Jó, tehát akkor azt kérem, én úgy teszem fel szavazásra, hogy a jegyzőre rugázzát, és a jegyző ez szerint készítse elő a rendelet módosítást, ha nincs más javaslat, de ahogy elnézem, nincs, úgyhogy szavazzunk. Ki volt az? A Jobbik bosszúja. 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a jegyzőre ruházta át a testület. Köszönöm szépen. Aggódtunk, hogy a utolsó előteresztésünk miatt esetleg még a múlt héten kellett volna egy rendkívül ülést összehoznunk, de nem így lett. Az Európai Uniós pályázatok mellett talán a legnagyobb sikerünk az elmúlt 1-2 évben a Belügyminisztérium Wismajor pályázatainak az elnyerése. Ugye ebben számos partfalat, patakpartot állítottunk helyre, vízelvezetőket, ahol olyan megrongálódás történt, amit ezeknek a szervezeteknek, a belügyminisztériumnak, illetve a katasztrófavédelemnek a szakemberei is javasoltak helyszíni szemle után. Azt hiszem, hogy amit most beadunk pályázatra, az Solymárnak körülbelül egy 300 éves problémája. Ugye mindenki tudja azt, hogy a Petőfi utcának a legutolsó szakasza az egy kis zsákutca rész, ami belemegy a kertekbe, és a Petőfi utca vize, meg részben a Templomtér vize ott a kerteken keresztül ömlik le északi irányba a Párkány utca felé. Mivel ezen a helyen a tavaszi esőzések után megrodjantak kerítések, illetve kimosódott az egész terület és lehordta a partfalat, ezért azonnal bejelentettük ezt a Wismajor helyzetet a Belügyminisztériumba és a katasztrófavédelemnél. A szakemberek kijöttek, helyszíni szemle alapján indokoltnak látták a beavatkozást, úgyhogy egy újabb Wismajor pályázatot adunk be. Ha ezt megnyerjük, akkor egy 20 millió forint feletti beruházásból megoldjuk a teljes vízelvezetést, a víznek az átvezetését a Párkány utcán és a befogadóba, a patakba való bevezetését, és ebben az esetben ez a probléma véglegesen orvoslásra kerül. A támogatás vélhetően az idén is 90%-os lesz, amennyiben nem fogadják el a 90%-ot, akkor újra vissza kell hoznunk testület elé, de bízunk benne, hogy elfogadják, hogy 10% önerőből megússzuk. Ezzel a döntéssel egyben a fejlesztési tartalékból 2.032.000 forint önerőt erre a pályázatra át is csoportosítunk. Kérdezem, hogy kérdés van-e? Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik, most lehet szavazni. Tizenegy igen, egyhangú szavazással ezt is jóvá hagytuk. Köszönöm szépen, ezzel a mai képviselőtestületi ülésünk napirendjének végére értünk. Ordéodi György jelentkezett kérdésre még a napirend előtt. Köszönöm szépen. Két ügyben jelentkeznék. Egyrészt, ha megtennétek, hogy elmondjátok a televízió előtt is, hogy a kisbusz merre jár, hova jár. Magam se tudom pontosan, és kérdeznek. A másik, hogy némi buszsofőri morgás van, hogy elég rossz a Gróf Karácsony meg az Elind vezér. A népek attól tartanak, hogy majd akkor ők ezt beterjesztik, hogy ne legyen. Mondtam, hogy ilyen nincs, mert ez csak pénzkérdés. Úgyhogy ja, még egy van, hogy terjed, hogy rövidesen, amit te mondtál is, hogy lesz befejezése a csatorna utáni útépítéseknek. Erről, ha lehetne egy kicsit többet tudni. Köszönöm, ennyi.
Köszönöm szépen. A kisbusz járatról a Solymár úr részletes rajzot teszünk fel, hogy merre fog járni. Én úgy tudom, hogy elkészült az útvonalterv, ami kompletten bejárja, tehát a Pemű felé is el fog menni a kisbusz, tehát egész Solymárt körbe fogja járni ez a helyi járat. Azt hiszem, hogy ez egy óriási fejlődést jelent. Ennek a pontos menetrendjét, egyéb adatait én most fejből nem tudom elmondani, tehát ezt felrakjuk a honlapra, de mint mondtam, újságban is megjelent, illetve megjelentetjük még többször. A Zerind vezér felé vezető Gróf Karácsonyi utcát, azt ugye a költségvetésben, beruházási tartalék keretben szerepel annak a felújítási programja. Időközben én egy újabb helyszín szemlén voltam a mérnökökkel, és valószínűleg megoldható egy úgynevezett alsózás plusz aszfaltterítés technológiai megoldással. Ez azt jelenti, hogy két sávban le lehet teríteni az aszfaltot. Hogy ez mikor lesz, hát utat építeni általában nyár folyamán szoktunk, tehát én bízom benne, hogy a nyár folyamán, amennyiben nem lesz semmi egyéb probléma, mert vannak néha kacifántos államigazgatási határozatok, például, ha jól tudom, megkaptuk ugyan a közútkezelés jogát és a zöldhatóság hozzájárulását az út használatához, tehát most már teljes egészében mi vagyunk a közútkezelők, de az engedélyben az szerepel, hogy de csak tömegközlekedésre. Ha jól emlékszem, ugye van, milyen kitétel van, úgyhogy most megkérdeztük, hogy ugye ott van az az út, ami talán 85-ben épült körülbelül, vagy 86-ban, és ugye ezt nem gondolják komolyan, hogy akkor innentől fogva csak a busz jár rajta. Nem tudom, hogy ezt szándékosan gondolták-e, vagy valamit félreértés, de ezt tisztázni fogjuk. Na, mint egy ettől független a közutat mi kezeljük, és igyekszünk kijavítani. A csatornai utáni helyreállítások azok épülnek, tehát most egyszerre dolgoznak útépítő és kertész szakemberek ugye az útszéleknek a javításával. Bízom benne, hogy tényleg ez körülbelül egy olyan jó hónapon belül most már meg fog valósulni. Ebben az ügyben ugye egész komplett csapat dolgozik itt a hivatalban, hogy ezeket folyamatosan ellenőrizzük, mert itt nagyon sok helyen több ponton kell kisebb-nagyobb javításokat, úgyhogy én azt kérem, hogy a lakosság jelezze ezeket a problémákat, az egyedi problémákat a hivatal felé, és akkor mi jelezzük a kivitelező felé. Útlezárás? Hát én abban bízom, hogy túl nagy már nem lesz. Tehát útlezárás már túl nagy nem lesz, ha csak valahol valami olyan helyzet, nem? Ami jó hír az, hogy tegnap egyeztettem a Solymári Víziközmű Társulat elnökével. Elég jó a fizetési fegyelem a csatorna ügyben. Talán tizenvalahány olyan ügyfél van, aki nem fizet, az összes többi vagy LTP-t kötött, vagy a víztársulat felé fizet, illetve Kerekhegyen óriási nagy az egyösszegű befizetők aránya, 200 valahány fővállalt az egyösszegű befizetést, és néhány kivételével ezt meg is tette. Vannak renitensek, akik még semmit nem fizettek. A víztársulat átadja az adatokat, nekem már is adta őket, amikor hivatalosan átjönnek az adatok, akkor az adócsoportunk megkezdi a behajtást. Parancsolj! Elfejtettem még egy mondatot, hogy nagyon sokan szereltetnének föl az öntözéshez egy külön órát. Igen. Hol kell ezt? Marci? Igen. Tehát ugye most, hogy csatornaszolgáltatáson és a Kerekhegyen valóban felmerül ez a probléma, hogy ugye az öntöző víz kérdése. Aki rendesen öntöz, nagy mennyiségben öntöz, az ugye ezt csatornadíjnak is kifizetné, tehát azoknak célszerű egy mellékvízmérőt felszerelni. Ehhez itt következő az eljárásrend, amennyiben ez a vízmérő föld felett van, föld feletti vezetéken vagy benne az aknában, de fölfelé jön a vezeték föld felé, ebben az esetben a Közcsat Kft-nél kell plombáltatni ezt az órát, bejelenteni, és akkor onnantól fogva ennek a vízmérőnek az értéke, az ugye a csatornadíjból levonásra kerül, hisz ez öntöző víz. Amennyiben
ez benn van a vízaknában, és onnan földbe megy a vezeték, tehát tulajdonképpen most nincs garancia arra, hogy az tényleg egy öntöző csőhöz megy valahol a kert végében máshol, vagy esetleg tényleg a házat eteti. Ebben az esetben a közcsat tervet kér, és ezt ellenőrzi is helyszínen, tehát megnyitogatják a csapokat, hogy valóban öntözésre megy el ez a víz. Ennek ez. Hát azt most meg nem tudom mondani, hogy ez, aki elég ügyes, saját maga is föl tudja egyébként szerelni, tehát nem egy nagy szerelési munka, de ezt bármelyik szakember fel tudja szerelni. Az a lényeg, hogy a közcsat plombál, tehát nála kell bejelenteni, és ő plombálja le ezt a bizonyos mellékvízmérő órát. Jó, Angéla. Köszönöm szépen, igen, nem jeleztem, hogy nekem még a végére is lenne kérdésem. Vagy kérésem pontosabban. A Nagykovácsi utca elején lévő vízelvezető rács ügyében szeretnék segítséget kérni megint. Csattog, igen. Hogy ez a lehegeztés, ami megtörtént már tavaly, az nem vált be. Igen. Hogyha erre valami megoldást tudnánk találni, meg kellene csinálni, mert tényleg áldatlan állapotok vannak, és hogy jön a jó idő, tényleg az ott lakó embereknek borzalmas ezt a csattogást hajnalba hallgatni. A másik kérésem pedig az lenne, hogy nem a Kerekhegyen, hanem a falunak a többi részén a csatorna rákötések ügyébe kellene lépnünk. Még most is van egy jó pár olyan ingatlan, ahol nem történt meg a rákötés. Ennek megfelelően az a szennyvíz, az távozik valamerre. Vannak ilyen krónikus helyek itt Solymáron, ahol érezzük is. Például a Dózsa-György utcának az aljába, a Hutvejdében is vannak ilyen területek. Meg kellene ezeket, föl kellene térképezni, és valami tervet kitalálnunk, hogy ahol nem tudjuk rávenni tényleg az ott lakókat, vagy szociálisan nem olyan helyzetben vannak, akkor föl kellene vállalnunk, hogy évenként egy pár ilyen rákötést valamilyen módon, valami konstrukciót kitalálnánk rá, mert tényleg nem normális az ott lakó szomszédoknak se borzalmas ilyen helyeken, valamint tényleg nem engedhetjük meg, hogy a patakba menjen mondjuk nyíltan a szennyvíz. Úgyhogy erre ki kellene találnunk valami megoldást, hogyha ha kell, akkor a bizottságunk nagyon szívesen segít is ebben, hogyha olyan fázis lesz, jó? Csak lépjünk valamit. Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen erre van kitalálva a taraj terhelési díj, ami ettől az évtől az előzőnek a tízszerese. Tehát gyakorlatilag nagyon sokat fizet az rövid időn belül, aki nem költ rá. Én kértem a Közcsat Kft. Ügyvezetőjét, hogy adja le nekünk az általa ismert, rá nem kötött ingatlanokat, ez úgy tudom, hogy megérkezett a hivatalba, úgyhogy ezeket az ingatlan tulajdonosokat megkeressük, hogy sürgősen kössenek rá. Ez mondjuk nyilvánvalóan csak ott játszik, ahol van is csatorna, hisz azért még mindig van egy-két hely, a Solymáron például a Csőz utcában, ahol nincs csatorna. De ahol van csatorna, ott rá kell kötni. És még egyszer mondom, ez a talajterhelési díj, ez egy eleve úgy van meghatározva, talán ez kormányrendelet, vagy valami törvény? Tehát törvényben meg van határozva egy ilyen exponenciálisan növekedő lépcsőben egyre többet kell fizetni, tehát nagyon rá fog fázni az, aki nem köt rá a csatornahálózatra. A Nagykovácsi utca rács, egyetértek, most ezzel az a gondom, hogy többször lehegeztettük, az első nagyobb autóig bírja a hegesztés. Én annyit tudok, hogy talán az lenne a szerencsés, hogyha még egyszer lehegesztenénk most, egyszer-kétszer, aztán körülbelül augusztusban, mikor nincs olyan nagy tömeg, akkor egyszerűen kétszer fél pályába kivenni az egészet és újra betonozni, mert az a probléma, hogy maga a rácsnak az ágyazata is mozog. Tehát hegesztéssel is csak ideig, óráig tudjuk helyreállítani. Én meg, hogy mondjam, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, már nem tudom, az üzemeltetés szakemberei a Sport utcába csináltak egy rácsot. Na mondjuk abban van is beton, meg ott voltam, mikor csinálták, meg van is benne vas, de az olyan, hogy ott a Nándinak a trélerei ugrálhatnak a tetején, meg sem mozdul. Tehát meg lehet ezt jól csinálni, csak hát ugye ezek előregettek, ezt valóban meg kell
újjá kell építenünk, valószínűleg csak ez lesz a végleges megoldás. De valóban van egy csúnya hangja, ugye ez a Kávári utca torkolata előtt van ez a rács, ha föntről jövünk. Szegi Krisztina. Köszönöm. Tényleg nem beszéltem össze Angélával, nekem is a rácsokkal van problémám, csak más jellegű. A Kerekhegyen végig a Koppányon ki kéne tisztítani ezeket a bizonyos vízelvezető helyeket, nem tudom szakszóval, hogy mondják, mert egyszerűen most, hogy voltak ezek a nagy esők, a víz az hömpölyög végig le a Koppányon, és nem ott folyik el, és oda, ahova kéne. A másik, hogy köszönöm szépen a jegyző úrnak a segítségét, csak kicsit furcsa a szituáció, hogy amíg én kártérítési igényen nem léptem fel, mert hogy a kocsim kipufogója leszakadt a szuperül helyreállított csatorna után helyreállított úton, addig érdekesen nem történt semmi érdekes módon. Mai nap helyreállították a Bánya utcát teljes szélességében, és a bánya köznevezető Bánya utca részt is, és még egyszer köszönöm a közreműködést, hogy sikerül. Köszönöm szépen, mi tárgyaltunk a kivitelezővel, de ez ebből a szempontból teljesen mindegy, az a lényeg, hogy mindenki fizesse a csatorna díjat, már a érdekeltségi hozzájárulást. A rácsokat azt az üzemeltetés pont nemrég tisztítottak ide, attól tartok, nem ez a gond, föld alatti törések vannak. Ez ott van egy 200-300 milliméteres nagyon régi felszín alatti vízelvezető, úgyhogy a végleges megoldás az az lesz, ha majd egyszer, és most már ez valamennyire közelebb van, ígérni én semmit nem merek, de a tulajdonviszonyok már szinte teljesen rendezve vannak. A Koppányt meg tudjuk építeni, akkor egy 400 mm-es felszíni vízelvető új csövet alá kell rakni a Koppánynak, mert ez a régi 300-as, mondom, valószínűleg több helyen törött már és beomlott, tehát el is van belül dugulva, tehát ahhoz fel kéne bontani az egészet, a rácsokat azt az üzemeltetés folyamatosan tisztítja. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor köszönöm szépen a mai munkát. Egyet valószínűleg lesz egy rendkívüli testületi ülésünk még a május folyamán. Nem sokára összeül az Oktatási Bizottság és megtárgyalja a Solymárért kitüntetésre előterjesztetteket. Ugye május 25-én Hősök napján kerül sor ennek átadására. Ez egy kicsit most a hivatalnak is ennek az egész dolognak az előkészítése kicsit macerás volt, hisz az országgyűlési választással itt nagyon sok feladat volt, de ez ráadásul a Hősök napja egyben az Európai Parlamenti választás napja is, úgyhogy lesz feladat bőven a jövőben is. Ha pedig valami pályázat jön, akkor arra számíthatok, hogy továbbra is lehet, hogy egy rendkívüli ülést össze kell rántanunk, úgyhogy igyekszünk. Köszönöm szépen!